Nem tudtam beosztani a pénzt. A pénz irányított engem. Ha megtetszett valami, akkor azt meg kellett vennem. Így gondolkodott Szinti a fiatal karrierista nőként. Két évente cseréltem autót, mert úgy gondoltam, hogy ezt várják el tőlem. És csak költekeztem, mert volt rá pénzem. Végül a legtöbb pénze a számlákra és a hitelezők zsebébe ment. Emlékszem, hogy rengeteg időm ment el arra, hogy mindent leírtam, minden penit, amit elköltöttem. Ha két dollár feletti bevételem volt, már nehéz helyzetben voltam. Nézni kezdte a 700-as klub adását. Elkezdtek érdekelni azok az elvek, amik nagyon távoláltak tőlem, hogy adjatok és nektek is adatik. Cynthia úgy döntött, hogy CBN partner lesz. Emlékszem, amikor az első csekket töltöttem ki, azt gondoltam, hogy az angyali kórus fog megjelenni, mert nekem ez akkora dolog volt. Szintia még nem tudta, hogyan fogja vissza költekezését. Adósága 30 ezer dollára ugrott. Amíg az ember ki tudja fizetni a havi számlákat, addig szép az élet? Nem. Csak nőtt az adósságom. Aztán elveszítette az állását, és Szintia csak Istenre tudott hagyatkozni, ami elmondása szerint nem volt mindig könnyű. Nagyon stresszes volt. Emlékszem, egyszer fel alá járkáltam a lakásban, és mondtam, hogy Istenem a te segítségedre van szükségem, a jelzálók hitelem másnap esedékes, és 1 dollár 87 centen van a bankban. Aznap szintia kapott egy előre jóvá hagyott hitelajánlatot 6000 dollárról 27%-os kamattal. Nagy volt a kísértés. Azt gondoltam, hogy ez a gyors válasz a problémámra. Isten azt mondta, hogy ez egy gyors válasz, de nem a tied. Így egy alkoholos filccel ráírtam a csekre, hogy érvénytelen. Mai napig nem tudom, hogyan fizettem másnap. Bár nem volt elég pénze, Szintia tudta, hogy Isten mondta neki, hogy folytassa az adakozást. A pontos utasítás az volt, hogy ugyanazt az összeget adjam, mint amit akkor adott, amikor állásom volt. És hét hónapos munkanélküliség alatt mindig ki tudtam fizetni a törlesztőket. Cynthia kapott egy állást, és Isten mutatott neki több dolgot, hogyan tudja visszafizetni a hitelét. Az egyik az volt, hogy adjon többet. Arra kért Isten, hogy duplázzam meg a CBN-nek utalt adományomat. Én erre duplázzam meg, a 20 dollár is sok volt. Cynthia megemelte az adomány összegét, azóta pedig az összes hitelét visszafizette, és ma már nincs adóssága. Tagja a CBN legnagyobb támogatói körének. Cynthia soha nem értette ennyire az adakozás és a híd törvényét. Régebben úgy gondolkodtam az adakozásról, hogy Isten megkapja a 10%-ot, és a 90% pedig az enyém. De ma már úgy gondolom, hogy az egész az övé. Nem járhatok rosszul, ha az egészet az ő kezébe teszem le, hiszen egyébként is tőle kaptam. Ha Istennek adok, akkor ő sokkal többet tud vele kezdeni, mint amit én valaha is el tudok képzelni.